wrong with my kitchen? Is it my employees? Nah, they're good. Maybe it's my tools. Nah, they're fine. It must be the ingredients then. Nah, they're perfect. There must be something I'm missing. Make your kitchen safe and healthy with no standing water or bad smells. Healthy kitchens start with wastewater management. Healthy kitchens start with ACCO. Szép napot, jó reggelt, jó kávézást velünk. Ez a Turizmus Café mini sorozatának harmadik epizódja, ha jól számolom. A Szamos család hölgy tagjai vannak itt a stúdióban, és ez nagyon fontos, mert a férfiak alulreprezentáltak, és az is nagyon fontos, hogy kinek hogyan mondom a keresztnevét. Ugye, hogy ezt ne roncsam el, Zsuzsa, Dóri és Gabriella is, akkor így minden pontos volt, nem rövidítettem, nem tettem hozzá. Köszönöm, hogy elfogadták, vagy köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. És rögtön Gabriellája szó, mert azért az nagyon ritka, hogy valaki a menyeit hozza egy tévéműsorba, vagy egy felvételre, vagy egy bármilyen csatornára. Inkább a fiait szokta, esetleg unokákat, de hogy a két menny, az nagyon klassz, nekem nagyon tetszik. Hát a Szamos Marcipán egy családi vállalkozás, és az én apám, anyám alapította ezt a céget, és aztán a férjemmel, én a második generációval fejlesztettük fel, és ma már mind a két fiam a cégben van, és a menyeink is. De tulajdonképpen egész életünk úgy telt, hogy a család minden része részt vett valamilyen feladatban. A fivérem, László, ő például cukrász, tehát ő vitte ezt az ágat. És hát ilyen szerencsés vagyok, mint egész életemben az voltam, hogy a menyek szintén a cégben vannak, és nem is akármilyen területen. De. Majd mindjárt a feladat megosztás. Lett volna két nagyon gyenge lapos poénom az elején. Az egyik az, hogy ez egy édes beszélgetés lesz, ha már Szamos. A másik az ennél jobb, mert hát nekem kellett volna a rózsát hoznom ugye a hölgyeknek. Hozhattam volna marcipán rózsát, meg ez is gyenge, de aztán azt gondoltam, most már majdnem 90 éves ez a történet, ugye? Majd ez mindjárt szóba kerül. Hogy ez a marcipán rózsa, ez tulajdonképpen mindent túlélt. Mindenfélét, nem? Háborút, mondat. Covidot, sok minden válságokat. Ez még mindig megvan. Ez még mindenkinek, Magyarországon és meg máshol is, ha azt mondják, hogy marcipán rózsa, akkor biztos, hogy beugrik a Szamos, hogy beugorhat. De hogy kezdődött ez? Apám az Augustnál volt tanuló 1935-ben, amikor egy dán cukrász jött Augustékhoz, és tanította meg az ottani közösséget erre a marcipán rózsa készítésre. Nem igen voltak rá fogékonyak, de apám igen. És akkor úgy beleszerelmesedett ebbe a marcipánba, és végig kísérte az egész életét ez a rózsa készítés. És így is lett aztán kisiparos a 60-as években, hogy az ország minden részébe a cukrászoknak gyártott rózsát, aztán később figurákat is, és ma már a 70-es, 80-as évektől már süteményeket is készít a Szamos. De ami nekem különösen fontos ebben a dologban, hogy ez 90 évet kibírt ez a termék. Mert azért nagyon kevés olyan termék van, akár édesipari termék is, gondolom én. Hiszen vannak ikonikus torták, meg csokoládék persze, ami így meg tud maradni, nem? Ez nagyon érdekes dolog. Az emberek szeretik az édességet, főleg a férfiak. Férfiak jobban, mint a nők. Én tapasztalom a cukrászdákban. És erre mindig szükség van. És ha az ember tartja a minőséget, illetve nem is tartani kell, hanem mindig javítani, mert akkor a közönség úgy érzi, hogy nem változik a minőség. És apánk szavajárása volt, bármit csináltok, csak minőséggel. És ezt a férjem is elfogadta, és ma már a fiatalok. Hát a Dóri nagyon kritikus. Én próbálnék egy kicsit lazítani, Dóri nem engedi. Azt a kedves nézőknek mondom, akik velünk kávéznak, hogy még azt is megtetszett mondani, hogy üljenek le a hölgyek, hogy a hajszínek rendben legyenek. Azért, tehát egy berendező, de a cukrászdákat is rendezi be, te rendezed be, bocsánat, tegeződhetünk. Én tanár voltam, matematika, fizika szakos, mikor... Én magyar népművelés. Hát akkor jó. Amikor az első cukrászdánkat a Párizs utcában csináltuk. És akkor volt bennem egy olyan érzés, hogy ha én most nem tanár vagyok, hanem
cukrászdába társulok be a férjemmel, akkor valahogy úgy más kell csinálnom, jobbat, amire úgy odafigyelnek. És akkor készült ez a cukrászda, és azóta már 22 készült, és mindig én vagyok a berendező, a arculatfelelős mindenben. Meg az anyós. Meg anyós. Meg a Dóri menyen vette át most az én feladatomat, de én még ott vagyok vele, de ő a főnök, és én csak ott. Na jó, akkor kezdjük, mert tényleg most már a ön a következő generáció, akkor kezdjük Dórival, ha már kétszer megszólítatott. Az is izgalmas, hogy mind a ketten hogy kerültetek a család közelébe, ugye ez Dóri, ez nálad hogy volt? Hát elég régre nyúlik vissza. Én élelmiszermérnökként végeztem, és ott egy nagyon kedves tanárom, a tanszékvezető, az édesipari tanszékvezető, a Somogyi tanár úr mutatott be engem a Zsuzsa férjének, a Kolosnak, mert ő mindig jött az egyetemre, és akkor érdeklődött, hogy vannak-e olyan gyakornokok, akik az üzemben tudnának dolgozni. És akkor így indult nálam, hogy először 2014-ben töltöttem 4 hónapot az üzemben, és akkor utána... És akkor már megjelent a másik fiú is, akkor ezek szerint... Még nem. El fogok veszni a nevekben, meg az időségokban, de próbálom követni, igen? Igen, és akkor az üzem után pedig én folytattam a mesterképzést, és már a mesterképzés alatt én bejelentkeztem, hogy én szeretnék mindenképpen visszajönni dolgozni, mert hát engem nagyon magával ragadott így a maga az üzem is, az is, hogy az egy családi vállalkozás, annak szerintem megvan ez a maga hangulata, ami nekem nagyon szimpatikus volt, és akkor gyakorlatilag én azóta itt is maradtam, tehát 2016 óta már folyamatosan itt dolgozom, és akkor Ádámmal pedig 2019-ben fordult. De akkor megvolt, azt mondja, hova dugták addig a fiatal urat, de akkor ott volt, csak, igen, csak igen. Nem volt a nagy találkozás. Hát az élet így alakította, ki kellett várni, hogy minden stimmeljen, és akkor... Timing. Igen. Jó, Zsuzsa? Hát nagyon érdekes, mert én Fertőszent Miklósról származom, szintén egy cukrász családból, szóval, hogy nekem szintén hasonló a gyermekkorom, meg ahogy felnőttem, mint férjem, én Kolosé. Én az osztrák határ mellett nőttem fel, én közgazdásznak készültem, közgazdász diplomát szereztem, Bécsbe jártam egyetemre, és utána a családi vállalkozásból az export tevékenységet vettem ki a szüleimtől, vettem át, és egy önálló üzemegységet hoztam létre Fertőszent Miklóson. Szabad kapacitásaim voltak, és új lehetőségek után néztem, és többek között a Szamos Marcipánnak lettem a beszállítója. Mindez 2009-re tehető vissza, ahol is férjem Kelényi Kolos, akkoriban az üzemeknek a termelési és kooperációs igazgatója volt. És hát természetesen hozzátartoztam, mint kooperációs üzem, kooperációs partner, és ő látogatott le, és egyre többet jött. Egyre. Ezt nevezem én kooperációnak. Egyre, hogy kellő minőségben, mennyiségben gyártom-e a Szamos Marcipán részére a termékeket, és hát meggyőztem. Több fronttól. Itt hagyd meséljen már, szóval sokszor mondtam, hogy én nem ismertem őt, hát feltőszemlősen nem jártam le, de hallottam róla meg a levelezésekből, Kovács kisasszony így, Kovács kisasszony úgy. Eltelt egy pár hét vagy hónap, Zsuzsanna így, Zsuzsanna úgy. És akkor alakult a dolog, puhult a marcipán. Egyszer a Kolos egyik reggel felhozta Zsuzsannát, reggeliztünk, és férjem akkor jött be a konyhába, ő ismerte, és döbbenten azt mondta, hát mióta reggelizünk együtt kooperációs partnerrel? És akkor Kolos azt mondta, hogy nem az, ő a menyasszonya. Úgyhogy így lépett be a családba. Azon gondolkodtam, volt egy fél mondata valahol, hogy minden a konyhasztal mellett dőlt el régen, és most is? Igen. 40-50 éve mióta létezünk, azóta mindig az asztal köré gyűlünk, szeretünk enni, és ott beszéljük meg a legnagyobb dolgokat. És amikor fölállunk, akkor döntöttünk. Tehát ez egy családi vállalkozás, a család minden részét részt vesz benne, és ez ma is így van. Leülünk, eszünk, hát de könnyű, mert együtt is
laknak, ugye? Mi együtt élünk a Gabriellával, igen. Külön-külön a háztartást vezetünk, de együtt élünk. Tehát szinte gyerekek is, unokái, ugye nekünk két gyermekünk van, Kamilla 10 éves, illetve Gyula 9 éves, úgyhogy Gabriella, mint nagymama is fantasztikus. Szerepet tölt be az életünkbe. Azt is akartam mondani, hogy legközelebb a nókák is jöhetnek, de csak a lányok, hogy akkor még maradjon ez a túlsú. Hogy azt mondom, hogy a 3-5-ös az nagyjából korrekt, hogy 5 Kft. Most ugye, csak nézd, most akkor ugorjunk nagyot 30-as évektől. 5 Kft., 500 munkatárs és 5 milliárdos... Igen. Nagyjából ez leírja akkor a méretét a vállalkozásnak, a cégnek. Igen, több lábon állunk. 3 láb, ugye legalább 3. Van az export, amit a Zsuzsáék visznek most, a szakboltok, amit a férje, Ádám, és a ilyen hálózatok, benzinkutak, az a harmadik láb, hogy országosan is terítjük a termékeinket. Mennyit gondolkoznak azon, hogy mikor kell frissíteni egy terméket? Most kedvesek voltak, mert hoztak, én mondtam, hogy munka előtt sosem eszem, talán csak utána, hogy hoztak terméket, én persze ezt a rózsaszín nem láttam még. De én tudtam a rózsát, tudtam a kis szívecskét, meg sok minden mást. Azon mennyit gondolkoznak, hogy valamit frissíteni kell? Most egy picit már másképp kell, más alakot, más szint, bármi más. Én mindig ezen gondolkozom, hogy hogyan lehetne, ugye megtartva abszolút a régi értékeket, meg amitől szamos, de mégis egy picit olyan formára alakítani, ami megszólítja a fiatalabb korosztályt is, hogy mondjuk minél a tovább. Szín, ebben az esetben a szín vagy a forma? Hát, akár, igen, akár, igen. Itt például ennél a puncskockánál ugye az íz adta a színt, de valóban abszolút benne van, hogy igyekszünk kicsit a színeken is így frissíteni, világosítani. Mindig és van, ami meg nem szabad, mert azt meg úgy szeret. De ez nyilván látszik a fogyásból is, nem? Tehát vagy abból, hogy alakul át ez az egész. Az elmúlt 2 évet azt hogy vészelték át? Most már nem tudom, mert nem is 2, lehet, hogy 3 mindjárt. Mert azon is gondolkoztam, hogy kevesebb találkozás, kevesebb szívecske, kevesebb rózsaszál, kevesebb repülőutas, ugye Ferihegy bolt, kevesebb cukrászda, minden kevesebb. Akkor ilyenkor mi történik egy cégbirodalomban? Hát nehéz volt, amikor először berobbant a járvány és a pandémia, és lezárták az üzleteket, akkor volt 150 millió árus készítettünk karaktárakba, és ennek lejár a szavatossága. És akkor mit találtál ki? Te találtad ki, hát én voltam a megvalósító. Igen, mi úgy hívtuk csak házon belül, hogy guruló cukrászda, és akkor ugye vannak autóink, amikkel ellátjuk a cukrászdákat, illetve az egyéb partnereket, és hát oda felpakoltunk minden olyan terméket, amit úgy gondoltunk, hogy alkalmas erre a célra, szállítható, igen, és akkor vittük mindenfelé, tehát olyan területekre is eljutottunk, ahol egyébként nincsen szamos cukrászda, és nagyon-nagyon boldogok voltak, nagyon-nagyon örültek nekünk az emberek, és hát tényleg néhány kollégával felültünk az autóra, és akkor a szállító vitt minket, mi pedig értékesítettünk. És közben szólt kismanyitól, hogy jaj, de jó, a habos tevény. Ezt meg ismerjük. Legalább azt mondtad, hogy amitől a szamos, mitől szamos a szamos? Hát ha most nem beszélhetnének össze, és a Gabriella nem mondhatná, akkor mitől szamos a szamos? Na, Zsuzsa? Tudom, nagyon, hogy most azt mondja, hogy kiváló minőség, meg igen, tradíció, meg hagyomány, meg hungarikum, vagy magyar. Magas minőségű alapanyagokat használunk, tehát hogy mindig próbáljuk javítani és fokozni az ízélvezeteket ezekben a termékekben. És na, de mitől szamos? Ha egy szót kell mondani, akkor nekem magam részéről nekem mindig a minőség. Tehát ahogy Gabriella is mondta, nekem az nagyon fontos, és szerintem ezzel, sőt, hát ugye mi meg is szoktuk azért kérdezni néha vásárlóinkat, hogy mi is egy
pontosabb képet kapjunk arról, hogy az ő fejükben mi van, és ugye ők is ezeket sorolják. Tehát a minőség, tradíció, szerintem az is fontos, hogy azért nem, tehát megkülönbözteti az az egyedi stílus, amit a Gabrielláék kialakítottak még kezdetekben, tehát ettől nem ugyanolyan, mint mondjuk akár az ilyen importált édességek. Nekem ez a... Hogy a recept az ugyan a recept az... Állandóan javítunk, tehát az alapanyagon is állandóan javítunk, meg a recept, maga eve gyerekkorában sós, karamell, nem tudom. Hogyne, cukorka volt, hát ilyen kockába volt, igen. Talán. A sós mi az, amik ilyen teljesen új, sós karamell, meg ezek az ízek, ami azelőtt nem létezett. Hát fagylalva se volt, jó, nyilván 20 éve nem volt sós karamellás fagylalt, nyilván igen. Mert ami segíti azt, hogy megismerjenek minket, hogy van két múzeumunk. A Szentendrei, ahol a ügyeskező cukrászaink állítanak ki, és nagyon jó, és a turisták, ha nincs pandémia, buszszámra jönnek. Van, ahol 8-9 teli busz jön látogatni minket. És úgy van egy másik múzeumunk, a Csokoládé Múzeum, az a Kossuth téren van. És az is nagy forgalma, és nagyon szép. Úgyhogy föl kellett vennünk egy olyan munkatársat, aki ebben foglalkozik, a beutaztatókkal, tehát hogy elhozza tehát hozzánk a turistákat. Kifejezetten az idegenforgalomra fókuszáló szakemberkel, magyarul egy ilyen célnek. Igen, a munkatársunk, célnek, igen. És most a Dórinak meg az is a feladata, hogyha feléled a reptér, meg a többi üzletben is, hogy olyan desszertjeink legyenek, ami a Budapestet képviseli, van is a dobozunk. És hát azok nagyon fogynak, ha van turista. Hát igen, mert az jó ajándék, hogy az ember valamit vinni akar. De a magyarok is rengeteg szamost visznek. Most lehet, hogy óriási butaságot, de nyugodtan nyomjanak, lehet hárman vannak, könnyű lesz, jó beszélőkéjük van. Picit az jutott eszembe, hogy a pezsgősök mindig panaszkodnak, főleg, meg nem is a pezsgősök, inkább, de régen ők is, meg a tokaisok is, hogy hát ez ne olyan legyen, hogy föltesszük a polcra, hogy kapok egy üveg italt, ugye, és akkor azt föltesz, hanem ez legyen a mindennapok része. A pezsgősök is ugye a kampányokban benne van, igen, hogy ez hogy legyen minden, ne csak szilveszterkor, meg nem tudom mikor. Hogy egy picit ezekkel a fajta igényes minőségi csokoládék, a pralinéka nincs így, hogy egy picit lejjebb kell hozni a hétköznapokra? Mondd el a maska nyelvet. Nem azt akartam, azt majd elmondod te. Én azt akartam mondani, hogy nem is, ha nem is így mondanám, hogy lejjebb, de hogy értem, hogy mire gondolsz. És, hogy a hétköznapokon. És abszolút, tehát az, hogy például a szaloncukor csomagolásainknál is mi csak úgy hívjuk, hogy sharing doboz, mert hogy ugye a megosztásra, tehát ne csak ajándékba vigyék, hanem otthon saját fogyasztásra bontsák fel az azt, ne féljenek feltépni a díszdoboz. Azokat. A macskanyelvnél is Gabriellának volt az ötlete egy ilyen kis pici macskanyelv doboz, hogy azt is akár a benzinkúton megveszi az ember, beviszi magával a kocsiba, és akkor ott... Tehát ne legyen ajándék jellege, meg ne legyen ünnepje, akkor nem volt ez teljesen rossz ez a gondolat. Nem, teljesen muszáj jó. Magamat dicsérni, de... Teljesen jó volt. Ne haragudj, mindig a szavába várjuk. Nem, én hagyom, tessék. A legnépszerűbb, a legtöbbet adunk el a szívdeszertből. Ezt kitaláltam volna. És hogy miért, én gondolkoztam rajta, és mondtam a csapatnak, azért, mert a szívdeszert kapható egy szemet, veszek, és bekapom, van két szemes, ha valakinek viszem, van díszdoboz, tehát többféle kiszerelésben meg tudja venni, és ha én szerettem ezt a szívet, akkor majd, ha megyek a tanárnénihez, vagy az orvoshoz, akkor viszek neki egy díszdobozt is. Jó, de ezt ki kell találni, igen, hogy dozírozom, ugye? Tehát, hogy mi az, ami, hogy ne legyen ajándék, legyen egy darab, az ember csak leteszi, oda tesz, ez nem ajándék, csak egy gesztus, csak egy szívecske, amit elküld a telefonján, hasonló, csak ugyan. Azt is mondták, hogy a nők, nem, hogy a férfiak eszik, ez mondjuk igaz sajnos, de a nők veszik meg, nem? A bornál van így, hogy mi isz, most a vegyes, de a hölgyek veszik le a polcról a bort. Lehet. Hogy van a vásárlókkal? Hát igazából én ezt a Facebook oldalunknál látom, vagy ott tapasztaltam, nem, ez egy picikét más téma, de ott látjuk, hogy a szamos rajongóknak azért a többsége nő. Lehet, hogy ők többet követnek ilyen oldalakat a Facebookon, tehát nem tudom, hogy ennek a pontos oka micsoda, de úgy egyáltalán szerintem sok családban a bevásárlás szerintem az úgy a... Szerintem ők veszik le a polcról, igen, vagy ők mennek be a cukrászdába. Igen, inkább szerintem többet igen. járnak a többet ezt járnak talán a nők. Mert hogy
azt mondtad, hogy a férfiak eszik legfőképpen. Igen, de benzinkútnál férfi vezet, megy fizetni, igen, és igen, leveszi a szamos marcipán. A gyereknek vagy a nőnek. A marcipán egyébként ízvilágában az egy férfias vagy nőies édesség, meg lehet azt mondani? Egészséges. Megmondom, de miért. De okos válaszolt. Hát miből van a marcipán? Azt hiszem, ezt már nagyon sokan tudják. Mandula és cukor. Igen. És minél magasabb a mandula tartalom, annál nemesebb, annál finomabb a marcipán. És ez egy egészséges dolog. És ha magának azt mondom, hogy a kávéjában ne tegyen cukrot, akkor nyugodtan egyen meg egy marcipán szívet a kávé mellé. Igen. És ez magyar mandula? Mert régen emlékszem, hú, mikor még kezdtem a szakmát, akkor sokat beszéltek arról, hogy a mandula az hogy van veszélyeztetve, hogy nem. Nem lehet ezt már magyar mandulából megoldani. Nincsen itthon. Én úgy tudom, hogy nincs itthon annyi mandula. Tehát van mandula, de amennyit mi felhasználunk, azért ez egy sokkal jelentősebb mennyiségig kénytelenek vagyunk kintről a többségét beszerezni. És amúgy Balaton felvidéken terem a legjobb minőségű mandulat, csak hát ugye ez nem elegendő a mi felhasználásunk. Esznek még édességet ennyi év után? Jaj, alig várom, hogy vége legyen az adás. Az ajándéknak. Hoztunk eleget, kóstolgattunk. Ez nem egy egészet. Az üzemben is? Kötelező. A minőség ellenőrzés az hogy működik mondjuk? Kötelező. Hát fejlesztéseknél nyilván tehát vissza is kóstolunk, illetve mivel hogy folyamatosan fejlesztünk, ezért is kötelező hetente, naponta, attól függ, hogy milyen csomagolásban, milyen kiszerelésben van a termék. Istenem, milyen kellemetlen munkaköri kötelességek vannak. Nem választható, tehát egyszerűen úgy tudunk csak hitelesek is lenni, így hogy van. Akkor azt mi magunk is minden esetben megnézzük. Még nem csak kóstolunk, nem hivatalból kóstolunk. Hát én alig várom a délután. Mert akkor egy szamos süteményt eszem. Kávé mellé. Kávé mellé. És annyira finom, annyira szeretjük. De apám is így volt, 80 felett is ugyanúgy szerette az édességet, mint fiatal korában. Van olyan külföldi trend, biztos be lehet vallani, miért ne lehetne már 90 éves cégnél, ami izgalmas most a szamos számára, ami érdekes, akár ízvilágban, csomagolásban, kiszállításban, nem tudom, mi jön még szóba, kalóriában. Ja, igen, kalória, igen. Ja, ezt ne is mondjam, ez egy szitokszó. Tóri, hát milyen fejlesztések vannak? Most pont januárban voltunk a Zsuzsával Kölnben, ott ezen élelmiszeripari kiállításon, és azért ott általában kapunk egy képet arról, hogy mik a nemzetközi trendek. Én azt szűrtem le, hogy egyre inkább, tehát nekünk egyébként van hozzáadott cukor nélküli szívdesszertünk, de úgy látom, hogy az irány az az, hogy minél természetesebb, tehát hogy minél természetesebb alapanyagokból, növényi eredetű, ezt a szót kerestem, ezt akartam mondani, hogy növényi eredetű alapanyagok. Most például kértünk is be egy ilyen datoja őrleményt édesítés célból, csak megnézni, hogy egyáltalán aztán, hogy ebből lesz később valami, vagy nem, azt nem tudjuk. Ez klassz konyha, lehet azt elnézni, amikor így összeállnak, és ezeket kitalálják. A külföld most mennyire, ha már az előbb említettem én alkoholos italokat, többet nem fogom tenni, de ugye az is, hogy ki tudjuk vinni, nem tudjuk kivinni, kell-e a külföldnek, vagy nem kell a külföldnek. A magyar csokoládé, a magyar édesség, a szamos, az a világ mely tájait hódította meg, és hol van még olyan lehetőség, amit ki lehetne használni? Hát hol szállítunk? Ausztriába, meg nem, hát most tehát szerintem más aspektusból közelítette meg, tehát nyilván a Ferihegyről rengeteg gép indul azt a világ elviszik, minden, igen, stimmel, a, minden részére. Gabriel előszeretettel szokott kilátogatni, és fenti emeletről kukucskál mindig, hogy, hogy mit visz, az hát üzletnél azt látja számokból, ki mit hova pakol be, és hát azért büszkén található meg a termékünk. Jó, de én azt látom, mondjuk, hogy kimegyek kukucskál, és azt látom, hogy ott nagyon sok ázsiai, vagy látszólag ázsiai vendég viszi, igen, vagy csak olasz viszi, teljesen mindegy, akkor nyilván az a piac az lehet talán még érdekesebb is, vagy izgalmasabb, vagy érdemes talán ráhajtani. Csak itt Gabrielnak igaza volt, én részben erre is kérdeztem, hogy merre lehet még ezt terjeszteni, ilyen egyszerűen szólva. Érdekes, hogy a szamos márkanév hálózatokban, illetve exportpiacokon
így nem vetette meg a lábát. Nagyon, tehát az árbevételünknek is nagyjából az egyharmadát exportpiacon realizáljuk, de private label termékekként. Tehát nagy márkanevek, nagy hálózatok mögött vagyunk. Tehát a marcipán figuráink karácsonyi, újévi szezonban, tehát erőszeretettel, főleg német ajkú országokban. És ez fontos lenne önöknek, a Szamos családnak, hogy önálló brenddel, arculattal legyen ott ugyanazon a polcon, ne beszállítóként vagy csatolt részként. Ez izgalmas, vagy a bevétel az bevétel? Hát nyilván nagyon büszkék lennénk rá, de azért a versenytársaink a német ajkú országokban nagyon, nagyon erősek. Hát ott is kerültek most bajba gyártók, ha jól figyeltem a Sose gondoltam volna. Sajnos mi is látjuk, halljuk. Még mindig private labelként szeretnénk, tudunk érvényesülni ezeken a piacokon. Hát akkor azért elmondom, Bécsben van cukrászdánk. És kint van a papa képe, és Szamos, Bécs, Budapest, ez a tábla. De nem igazán megy. Hát ott igen, számított a pandémia, hogy be kellett zárni, nem volt. Küszködünk, próbáljuk, meglátjuk. Tehát ahol még jelen vannak a termékek és Szamos néven, azok az országok, ahol mondjuk nagyobb az aránya a magyar népességnek, tehát aki igen, a magyar közösségnek. Tehát azért csak ízek, ez ugye nem ez, sajnos ez nem az a mennyiség, tehát igazából sok helyen ott vagyunk, tényleg Kanadától, Ausztrián át Angliában, viszont szezonális termékekkel többnyire, és tényleg azért főként magyarok vásárolják. Az Isler is kint van Angliában. Ez végszó. Lehetne, de nekem még eszembe jutott valami. Igen, szóval rendezés a Gabriel. Abszolút. Hogy, mindig. De a parfümére van, ugye vannak az orrok. Nyilván a cukrászatban és az édesiparban is lehetnek, akiknek különösen jó az ízlelőkéje. Most azt inkább a férfiak, vagy inkább a nők? Vagy mindegy? Is. Nekem a férjem nagyon jó kóstoló volt, viszont a barátnőm, tehát ők ketten határozták meg a konyhaasztalnál, hogy ezt a csokoládét használjuk, ezt vegyük, ennyi legyen benne a valamilyen összetével. Egyforma. De van olyan barátnőm, aki soha meg nem kérdezek, mert mindené rajong. Jó, ez a könnyű, persze. Igen. Rajogok között is vannak különbség. Szerintem nagyon klassz szimbiózisban vannak. Én nagyon örülök, hogy ilyen női szakasz jött most a Szamos családba. Köszönjük. Legközelebb hozzák el azért a pasikat is, jó, hogy hallgassam őket. Hát ők is nagyon jó fejek, úgyhogy azt mondták. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönjük szépen. Kedves nézőknek is nagyon szépen köszönjük a türelmet. Ez volt a brandépítés harmadik részét a Turizmus Caféban. A Szamos család hölgy tagjaival, hölgy koszorújával fejeztük be. Köszönjük szépen.